Dr. Szuromi Kovács Ágnes a vendégünk, aki segít nekünk eligazodni abban, hogy ahogy említettük egyébként, Judittal is beszélgettünk róla, hogy a pályaorientációs tanácsadás, illetve a pályaválasztási tanácsadás, az hogyan segíthet abban, hogy a megfelelő irányba indítsuk el a gyermekünket, aki ilyenkor azért már nem is gyermek, hanem azért már kisfelnőtt, ahogy azt nálunk otthon mondták, vagy mondjuk mi magunk hogyan válasszunk, hogyha esetleg ebben az időszakban vagyunk, ebben a korosztályban vagyunk. Igen, köszönöm szépen. Hát ugye ez nem egy egyszerű folyamat, ugyanúgy, hogy az iskolaválasztás sem, és ugye ez is több szereplős. Tehát nagyon hasonló a pályaorientáció, akár mondjuk már ha a középiskolát nézzük, azt is a pályaorientáció egyik részének tekinthetjük, illetve a pályaválasztás, ugye szerepel benne a szülő, szerepel benne a pedagógus is, és szerepel benne a gyermek. Ugye a pedagógus jobb esetben azért egy kívülebb álló személy, aki sok-sok családot kísért már ideális esetben ezen a folyamaton végig, neki van egy objektívebb rálátása arra, hogy milyen a gyermek, milyen a szülő, milyen képességei, lehetőségei vannak a gyermeknek, illetve van az egész rendszerről egy jól felépített ismerete. Ott van a szülő, aki már közel sem ennyire objektív, hiszen élete legdrágább kincséről van szó, akinek a sorsa azért ő direktben nagyon motiválja és érdekli, és sokszor olyan, mintha ő újra neki kellene választania, pedig hát ugye nem szabad szem előtt évesztenünk, mert nem a szülő választ, hanem a gyermek, és hát ott van a főszereplő, a gyermek, aki sokszor bizonytalan lehet, eltérő információk érik, és hát igazából mi a Családbarát Magyarország Központnál mind a három szereplőt igyekszünk támogatni, mert van egy komplex pályaorientációs tanácsadói modulunk, illetve programunk, ahol pedagógusoknak képzést nyújtunk, illetve kidolgoztunk számukra egy módszertant, egy 30 órás ingyenes akkreditált képzés segítségével próbáljuk őket abban támogatni, hogy jól tudják segíteni majd ők a gyerekeket és a szülőket, a családokat. A szülőknek tartunk szintén képzést, ez kicsit rövidebb, mert azt gondolja, hogy 30 órás képzésen azért szülők nem tudnának részt venni. Ez egy 6 órás jelenlét és 4 órás otthon elvégzendő képzés. Tartunk nekik 4 órás workshopokat, illetve kicsit rövidebb, másfél-két órás kerekasztal beszélgetéseket, ahol egy-egy témát fókuszáltabban lehet körbejárni, és hát a gyerekeket pedig egy teljesen egyénre szabott tanácsadással segítjük, ami tulajdonképpen 3-6 egy órás alkalmat ölel fel a gyermek igényeitől függően. Picit most magam ellen is beszélek, mint szülő, de hogy mennyire kell ebbe belevonni a szülőt? Azt gondolom, mert hogy egy általános iskola választásnál, egy gimnázium választásánál még nem kérdés, hogy a szülőnek jó, ha bele tud szólni a dolgokba és beleszól, de viszont amikor egy gyermek arról dönt, hogy 18 évesen, ami szerintem egy hihetetlen nehéz feladat 18 évesen eldönteni azt, hogy mivel akarok foglalkozni a következő 20-25 évben, akkor mennyire kell a szülőnek ebbe beleártania magát, vagy mennyire jó az, hogyha inkább egy ilyen megnyugtató háttérországként azt mondja, hogy dönts, meghallgatom az összes variációt, és annyit kapsz tőlem, hogy én elmondom a véleményemet. De ez nem a döntés, hanem ha én dönthetnék, akkor én mondjuk az orvosira mennék. De tőlem te lehetsz nyugodtan műszerész. És nem haragszom, ha nem leszel orvos. Nem, persze, nem. Csak költözze holnap reggeli valakásból. Hát, mint ebben is ugye az arany középút, ez az igazán üdvözítő. Tehát sem az, hogyha túlságosan aktívan avatkozunk bele, tehát ismerek én olyan szülőket, akik a gyermeknél százszor jobban ismerik a felsőoktatási intézményrendszernek a minden egyes részét, a felvételi folyamattól kezdve mindenen át kiterjedőleg, és persze vannak olyanok, akik meg, mivel túlságosan talán megterhelő számukra ez a kérdés, hárítanak. A legjobb az az, hogy ha a gyermek valóban biztos hátországként mindig számíthat ránk, de nem próbáljuk rányomni a saját elképzelésünket. Tehát mondok egy példát, édesanyád mindig operaénekesnek akart lenni, de nem volt ilyen hangja, úgyhogy te most gyermekem, te, akinek olyan gyönyörű hangod van, légy szíves, hogy teljesíts be. Ugye ezek nem szoktak jól elsülni, ha csak nem a gyermek saját indítatásáról van szó. Tehát mindenkinek azt ajánlom, aki hozzám hasonlóan, én is most azért több gyerekkel is érintett vagyok ebben a kérdésben, hogy próbáljuk meg az arany középutat követni, tehát igenis ismerjük meg a lehetőségeket, tájékozódjunk, de elsősorban abban segítsük a gyermeket, hogy neki legyen minél jobb rálátása, neki legyen minél jobb önismerete, mert ez a kettő lesz neki nagyon fontos. Az egyik, hogy ismerje saját magát. Tehát, hogyha ő tudja, hogy neki milyen képessége vannak,
tudnak, mi az, nem biztos, hogy ugyanazban vagyunk tehetségesek, mint amit szeretünk is csinálni. Lehet, hogy egy csomó minden jól megy nekünk, de egy részét utáljuk. Attól még, hogy szép az énekhangunk, nem biztos, hogy opera énekesnek kell lennünk. Tehát ezt nagyon jó, ha tudja egy gyermek, és nagyon jó, hogyha megvannak mellette az információk, és a szülő ebben tudja segíteni a gyermeket, és egyébként a pályaorientációs tanácsadásunk is ebben próbál segíteni. Önismeretet szerezni, hozzáadni a megfelelő információt, és utána bizony annyi támogatást adni, hogy ő meg tudja hozni azt a döntést, ami a számára a legjobb. Hát igen, az mindenféleképp fontos, hogy azt csinálja a gyerek, amit szeret. Nekünk erre van egy ilyen tökéletes példánk, egy barátunk, akinek a fia azt mondta, orvos szeretett volna lenni, mert mindenki lebeszélte, de a pályaorientáció is azt mondta, hogy ne legyél orvos, mert ez nem fog neked működni. És ő ezt neki, ez volt az élete célja, és most egy hihetetlen híres belgyógyász egyébként, tehát egy nagyon sikeres orvos is lett. Úgyhogy lehet, hogy a gyerek tudja, és ott a szenvedély majd. De én meg a másik oldalt képviselem, mert én meg azt mondom, hogy az sem baj, ha közben derül ki, hogy ez mégsem a mi útunk, és váltunk egyet. Tehát még ez is előfordulhat. Ez nagyon így van. Ez még nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ne érezzük úgy, hogy most aztán tényleg minden véglegesen eldőlt, mert semmi nem dőlt el véglegesen. És ha valaki érdeklődne, akkor a család.hu per pályaorientáció oldalon minden információt megtalál a lehetőségekről. Ágnes, nagyon szépen köszönjük.